Szervusztok, Ungvári Krisztián vagyok. Podcastom ezen adása szintén az állambiztonsági múltról fog szólni. Sok szempontból szükséges ez, és ezt már korábban is említettem. Egy körülményről azonban nem beszéltem még. Magyarországon eddig 27-szer terjesztettek be egy olyan jogszabályt, ami tisztába tette volna azt, hogy ki a hálózati személy, ki az ügynök, és ezt a Fidesz Magyar Polgári Párt nem kevesebb, mint 27-szer dobta vissza, még csak tárgyalni sem engedte a parlamentben. Hogyha már így alakult, akkor szeretném pótolni a saját munkámmal azt a hiányt, ami teljesen nyilvánvaló, hiszen sokakat érdekel ez a téma. Akiről pedig most szó lesz, aki jog szerint, és ezt hangsúlyoznám, nem volt ügynök, azonban az állambiztonsági iratok szerint egy kicsit másképp bontakozik ki, nem más, mint Kondor Katalin. Fiatalabb nézők nem biztos, hogy tudják, hogy kiről van szó, ezért érdemes elmondani, hogy Kondor Katalin a Magyar Rádiónak a dolgozója, később a Magyar Rádió elnöke, az első alákérdezős interjúk műfajának meghonosítója, akinek rendszeres műsora volt 2001-től Orbán Viktor miniszterelnökkel. Kondor Katalin saját szavait idézném, azt mondja, sohasem szeretett engem a kommunista brancs, mondta ezt pont ő, aki egyébként a legsötétebb pártállamban már a Magyar Királyi Rádióban dolgozott. 1972-től. Ezt még egyszer meg kell ismételjem. A nemzeti ezoterika különböző színpadain is fellép, így például a Lovas István Társaság elnöke is 2019 óta. Kondor Katalin egy egészen különleges eset, ugyanis kevés olyan hálózati személy létezik az állambiztonsági nyilvántartásban, akinek a tevékenysége olyan széleskörűen dokumentált és alátámasztott, mint a Vári Fedő nevű hálózati személy, aki az állambiztonsági tanulságok szerint Kondor Katalin, de a magyar jog szerint mégsem az. Nézzük meg, hogy miről van itten pontosan szó. Többször idéztem meg a 2003-as évi 3-as törvényt, ennek a definíciója mondja meg azt, hogy ki az ügynök. Idézném akkor most is. 1. Aki titokban, fedéssel és fedőnévvel jelentést ad, vagy 2. ilyen jellegű beszervezési nyilatkozatot írt alá, vagy 3. ilyen tevékenységért előnyben részesült. A törvényhozó pontosan tudta, hogy olyan definíciót alkot, aminek a lehető legkevesebben fognak megfelelni, és pedig azért, mert nem volt mindenkinek kötelező aláírni a beszervezési nyilatkozatot, nem kapott az ügynökök nagy része semmiféle anyagi ellenszolgáltatást és előnyt, de ha véletlenül kapott is volna a beszervezési nyilatkozatot, és a nyugtánkat az anyagi előnyről, azt egy külön dossziéba tárolták, és ezeket a dossziékat szinte kivétel nélkül ledarálták. Magyarán, hiába van valakinek 19 kötete, amiben le vannak írva a jelentései, amelyeket mondjuk szóban adott, vagy akár írásban is, amennyiben nem lesz beszervezési nyilatkozat, már pedig, amint említettem, a legtöbb esetben nincs, nem nevezhető az illető ügynöknek. Illetve, hogy amennyiben nem kapott anyagi előnyt a szolgáltatásaira, akkor sem nevezhető annak. Ez az egész törvényt, mint olyat nevetségessé teszi. Nézzük meg viszont, mi az, ami Kondor Katalin esetében rendelkezésünkre áll. Azért ez nem lesz kevés. Egyrészt 5 eredeti bizonyító erejű dokumentumról van szó, és 3 tanúvallomásról. A dokumentumok. Először is az úgynevezett 6-os karton. Nézzük meg ezt a kartont egy kicsit közelebbről. Ez egy állambiztonsági nyilvántartó karton. Nem arra szolgál, hogy annak minden adata pontosan napra kész legyen, hanem csupán arra, hogyha valaki a rendszerben priorálja, azaz ellenőrzi Kondor Katalin személyét, akkor a rendszer visszajelzi neki vagy azt, hogy Kondor Katalin hálózati személy, vagy amennyiben a hálózati szemét titkosították a rendszerben, akkor jelzi Kondor Katalin tartótisztjének azt, hogy valaki priorált rá. Ennek konspiratív oka van, megjegyzem, ez az egész rendszer ma is pontosan ugyanígy működik. Ennek az adásnak éppenséggel nem csak a múlt feltárás ilyen szempontból a haszna, hanem némi állambiztonsági konspirációs ismeretterjesztés is. Ugyanis a világ második legősibb mesterségéről van szó. A 6-os kartonból kiderül az, hogy Kondor Katalin esetében volt irattározott beszervezési dosszié, tehát ennek be kellett telnie, ami ugye legalább 300 oldalt jelent,
kiderül az, hogy az állambiztonság 10 évig tartotta őt nyilván, mint működő hálózat. A másik dokumentum, ez egy nagyon izgalmas papír, és ritka. Egy jóváhagyott kérelem arról, hogy az érintett hálózati szemét konspirált lakásba fel lehessen vinni. Ezt a budapesti rendőrfőkapitányság 3/2B alosztálya állította ki. Ennek a papírnak az a jelentősége, hogy el kellett kerülni azt, hogy az ügynök dekonspirálódjon. Magyarán ellenőrizni kellett azt, hogy ki jár még rajta kívül abba a konspirált lakásba, ugyanis megtörténhet az, hogy a lépcsőházba találkoznak. És amennyiben a lépcsőházban a két ismerős találkozik, az egyik megkérdezi a másikat, hogy hát te mit keresel itt? Akkor rögtön nyilvánvalóvá válik a két ügynök számára, akik elvileg nem tudhatnának egymástól, hogy hát a másik is ide jár, a másik is tehát ügynök. És ezt a tényt szigorúan konspirálni kellett, titkolni. A tartótisztek adott esetben, hogyha egy szobában dolgoztak, tudhattak arról, hogy a másik tartótiszt milyen ügynököt tart, ezt meg is beszélték, közösen kellett ügyeket intézni, azonban az ügynökök egymásról soha se tudhattak. Éppen ezért azt, hogy kit visznek fel konspirációs lakásba, azt előtte ellenőrizni kellett, meg kellett nézni, hogy lakik-e például ismerőse a környéken, járt-e már ott, a többi ügynök, akit odahordanak, ismeri-e azt az ügynököt, és így tovább, és így tovább. Ha a megbeszélés témája vagy hossza kizárta a nyilvános helyen való találkozót, akkor az ügynök és tartója egy titkos helyszínen, az úgynevezett K konspirált vagy T találkozási lakásban beszélgettek. A konspirált és találkozási lakások az állambiztonsági és bűnügyi munka speciális eszközei. Az operatív tiszt nyugodt körülmények között adhatja meg a következő feladatokat, a végrehajtás módszereit és ellenőrizheti a kapcsolatot. A hálózati személy zavartalanul megírhatja jelentését. Biztonságos viszonyok között lehetőség nyílik arra is, hogy az operatív tiszt politikai és operatív szempontból nevelje hálózati személyeit és foglalkozzon azok személyes problémáival. A jól szervezett és konspirált munkakörülmények javítják a hálózati személyek munkájának minőségét. Ráadásul ezt a kérelmet, ezt ugye nem egy ember látja, hanem az alosztályvezető az, aki engedélyezi, tehát legalább ketten tudnak róla. A következő dokumentum, ami rendelkezésre áll, egy elszámolás arról a költségről, amit a konspirációs találkozók jelentenek, ezt a Kondor Katalin tartótisztje Bábás József írja alá 1980-ban. Végül egy összesítés a BRFK 3/2B alosztályának 1980. június havi konspiratív költségeiről, ahol ugyanaz a 90 forintos tétel köszön vissza, amit az előző dokumentum is említ. Emellett még további dokumentumként itt van az úgynevezett mágnesszalag kivonata, ez gyakorlatilag a 6-os karton adattartalmát jelenti. És akkor nézzük a vallomásokat. Kondor Katalin az egyetlen olyan személy, tudomásom szerint, ahol egy tartótiszt felvállalta azt a bíróság előtt, hogy azt mondja, hogy én ennek az embernek a tartótisztje voltam. Ehhez képest a bíróság ezt a vallomást nem fogadta el. Erről fogok még beszélni, hogy miért. Emellett azonban volt még két másik vallomás, ezek is nagyon érdekesek. Először Zengő Zoltán osztályvezető, aki a BRFK 3/2 osztályát vezette. Ez azért nagyon izgalmas, mert ha valaki, akkor neki tudnia kellett, hogy miről van szó. A következőt nyilatkozta. Idézem. Az iratok esetleges hamisítása azért lett volna életveszélyes, mert ennek alapján bármikor a felettes szervek részéről a beszervezett személlyel való találkozón megjelenhettek volna. Óriási lett volna tehát egy ilyen fiktív beszervezésnek a kockázata. Nem tapasztaltam akkor olyat, hogy ilyet bárki megkockáztatott volna. Az egyértelműen elmondható, hogy a 6-os karton önmagában nem létezett, ahhoz egy teljes dokumentációnak kellett társulnia. Csak ugyan, idézőjelbe zárva, teljes dokumentációnak, amit más esetekben is említettem, egy számtalan kérdést tartalmazó adatlapnak is, pontosan azért, hogy az állambiztonság tudjon kutatni az ügynökök között, amikor egy alkalmas szemét keres. Emellett nyilatkozott még Bálint László kémelhárító tiszt is, aki azért egy érdekes személy, mert Bálint László az a kémelhárító, aki rendszeresen szerepelt, úgymond mentőtanúként Fideszhez közel álló hálózati személyek esetében.
Azonban a K lakás esetében, azaz a konspirált lakás esetében Bálint László is ugyanazt tudta csak megerősíteni, amit Zengő Zoltán mondott. Nyilatkozott a perben, emellett Kondor két tartótisztje, Szalánci Béla és Bábás József is. Szalánci volt Kondor első tartótisztje, és tagadta azt, hogy Kondor Katalint valaha mint tartótiszt tartotta volna. Bábás József ezzel szemben ezt beismerte. Az ügy érdekessége az, ahogyan a bíróság kezelte ezt az egész ügyet, a két tiszt ellentmondó vallomását. Szalánci azt nem tudta cáfolni, hogy Bábás József kit tartott és kit nem, ugyanis ő 1979-ben elkerült az állambiztonságtól. Mégis érdekes módon az ő vallomását fogadták el. És Szalánci kifejezte azt is, hogy ő nem volt Kondor Katalin tartótisztja, azonban mindketten azt is elmondták, hogy nem szokásuk az, hogy hamis iratokat gyártsanak, nem szokásuk az, hogy hamis dolgokat állítsanak elő, és erre az ellentmondásra, hogyha ez nekik nem szokásuk, akkor hogy miért vannak itt ezek a hamis iratok, nem adtak igazából választ, és érdekes módon, mennyire érdekes módon a bíróság se foglalkozott ezzel. Kondor Katalin, miután ez az ügy kirobbant még 2003-ban, személyiségi, jogi és kártérítési perek özönét indította különböző médiumok ellen. Először 15 millió forint kártérítést kért, ezeket a pereket rendre megnyerte. Végül azonban, ha jól tudom, de erre már magam sem emlékszem, ezek a kártérítések utolsó részeiről aztán elállt. Ami a történetben érdekes még, az Bálint László személye, aki azon háborodott fel, amikor valaki állítólag azt mondta volna, hogy az ő tanúvallomásait körülbelül olyan figyelembe venni, mint hogyha valaki az Aradi 13 kapcsán Hajnaú nyilatkozatait tekinteni relevánsnak. Pedig mennyire igaz? Hiszen Bálint László, aki felvállalta azt, hogy mindenféle ügynökperben oda megy tanúskodni és elmondja azokat a valótlanságokat, hogy a rendszerbe bele lehetett helyezni hamis hatos kartonokat, holott egyetlen ilyen hamis karton sem létezik. Aki elmondja azt, hogy valójában nem lehet semmit se tudni, de azt is elmondja, hogy ők nem hamisítottak iratokat, ott teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem tesz más, csak szerecsent mosdat. Kondor Katalin esetében pedig a legérdekesebb, mert nagyon-nagyon sok legérdekesebb pontja van ennek a történetnek, az, hogy Kondor Katalin saját magát antikommunista hősnek tartja. Ő magát úgy definiálja, mint aki a Magyar Rádióban is 1972-ben ellenállt. Még vissza kell térnem azonban a tartótisztek kérdésére. A bíróságon megpróbálták hitelteleníteni Bábás főadnagyot azzal, hogy ő kémügyeket kreált, amire Bábás azt mondta, hogy ő konkrétan kitüntetéseket kapott azért a tevékenységére, ezzel szemben Szaláncit, aki azt mondta, hogy ő nem is emlékszik Kondorra, és biztos nem tartotta, elbocsátották a rendőrségtől, és milyen érdekes, hova került aztán Szalánci 1979-ben? Nem találják ki a Magyar Rádióhoz. Tehát ha van összefonódás, akkor itt ez tetten érhető, Kondor és Szalánci ettől kezdve egy munkahelyen dolgoztak. Hozzáteszem, én nem várom el egyetlen egy tartótisztől sem, hogy feldobja a volt ügynökeit, hiszen bizalmi viszony alakul ki kettejük között, számos területen ráadásul, emberileg és akárhogy. Azonban azt elvárnám mind tőlük, mind a Magyar Bíróságtól, hogy A. ne mondjanak valótlant, illetve ne fedjék el a valós tényeket mindenféle torzítással. A Kondor ügy azonban erről szólt, a lehető legnagyobb dokumentáció mellett, miközben több történész szakértő is kifejtette, hogy teljesen kizárható bármiféle hamisítás ebben az ügyben, a bíróság Kondor Katalinnak adott igazat. Akit ezek az ügyek érdekelnek, annak jó hírem van. Munkám egy része egy könyvben is testet öltött, a szembenézés hiánya ennek a könyvnek a címe. Ebbe próbáltam sorra venni az összes olyan körülményt és fontosabb ügyet, ami Magyarországon az állambiztonsági múlthoz, illetve annak tisztázatlanságához kötődik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!